A Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképzőiskola és Kollégium strandja előtt állunk, Juhász Gáborral beszélgetünk. Milyen képzési formákkal várják az ide tanulókat? Ebben a tanévben, és induló tanévben a megújult új szakképzési formákban várjuk a tanulóinkat, tehát a technikumban és a szakképzőiskolai osztályokban fognak majd tudni tanulni a 2020-as tanévtől a tanulók. Ez a két új képzési forma, ez ráépül a régiekre, de alapvetően megújult tartalmakkal és egy kicsit megújult formával várjuk a diákokat. Mindegyik ágazatban, ami eddig nálunk működött, ugyanúgy várjuk a diákot technikumban. A technikumnak a képzési formája az 5 éves képzési formára alakult át, ami alapvető lehetőségeket és új esélyeket ad a nálunk tanulóknak arra, hogy nem csak érettségvizsgát szerezzenek, hanem egyből a technikus végzettséget is megszerezik ebben az 5 évben. A rendszer átjárható a korábbival szemben, ez azt jelenti, hogy 10. évvégén az ágazati alapvizsga után a tanulók eldönthetik azt, hogy hol folytatják a tanulmányaikat, hogy esetleg elmennek egy más iskolatípusba, nekünk nyilván célunk az, hogy ne ezt tegyék, nem folytassák a tanulmányokat, kiválasztják, milyen szakképesítést szeretnének megszerezni, és 12. évvégén előrehozott érettségi vizsgát tesznek, 3 érettségi tantárgyból, magyarból, matematikából, történelemből, és az idegen nyelvű, illetve a technikus vizsgát pedig majd a 13. évben szerzik meg, ahol egyben lesz egy olyan érettség bizonyítványuk, ahol igazándiból 4 tárgyból vizsgáztak, 5. tárgyként pedig a technikus vizsga emelt szintű érettségi tárgyként jelenik meg. Milyen ágazatokhoz jöhetnek hozzánk a diákok? Nyilván ez egy fontos kérdés. Mindegyikben, amiben eddig. Én külön kihangsúlyoznám azokat az ágazatokat, amik a modern tartalmak miatt a mai világban azt gondolom, hogy sokkal több esélyt jelentenek a boldoguláshoz, mint esetleg a korábbi világban. Itt az elektronikát, az informatikát, a gépészetet, a közlekedés gépészetet mindenképpen kiemelném, de természetesen várjuk a szépészet ágazatban is, a honvédelemben és a rendészetben a diákjainkat. Ezek mind-mind nagyon fontos szakok, azt gondolom. És mikor lesznek a nyílt napok? Mikor mehetnek el a diákok az intézményhez, hogy mindezeket lássák is? A technikus képzésnek a nyílt napja az a pénteki napon, tehát november 15-én 8 és 13 óra között zajlik, illetve január 10-én ugyanaz az időpont áll rendelkezésére az érdeklődőknek természetesen. A mostani időpontban, tehát csütörtökön nyitott műhelyek zajlanak, ahol tanórákat látogathatnak meg az érdeklődő diákok, szüleik, illetve az iskolai csoportok. Én külön kiemelném a digitális közösségi alkotó műhelynek a létét, illetve a lehetőségét, amik az iskolában egy új lehetőséget adnak, és ez a szakképzési centrumnak is egy új lehetősége, hiszen ez lehetőséget ad arra, hogy a diákok pályorientációját már az alsóbb évfolyamokon is megkönnyítse és megszerettesse a diákokkal a szakmákat, mert a szakképzőiskolai osztályokban is van természetesen kínálatunk, ezek a hagyományos 3 éves szakmákat jelentik majd. Itt a karosszélilakatos, járműfényező, kőműves, villanyszerelő, GPS, CNC forgácsoló szakképesítések természetesen jelen vannak és működnek úgy, mint eddig is tették.